Megütötte a fülemet az egység alkoholom is, és ezzel egyszer, amikor én közel 40 évvel ezelőtt itt megjelentem a Hagyományok Házába és sétáltam a folyosókon, hát bizony én láttam egy olyan plakátot, amire rá volt írva, hogy ez egyszer az egység alkoholmas, és így át volt egy ragasztással húzva, amire az volt ráírva, hogy minden jegy elkelt. Úgyhogy igen, ez az egység alkoholmas egy emblematikus alkotása az Állami Népi Együttesnek. Csak röviden az ünnepi évadunkról talán néhány fontosabb és kiemelt rendezvény, hiszen tudomásom szerint a sajtóanyagban sok minden olvasható. Valamiképpen természetesen a múltra is emlékezünk, állítunk össze olyan előadásokat, ahol a múlt és a jelen kezet fog egymással, és demonstrálja az Állami Népi Együttesnek azt az alapküldetését, hogy mi a kezdetektől érvényes, mi szerint ezt a mi hagyományainkat, ami ki tudja, hogy ezer, vagy ki tudja, hogy hány ezer éves, ha népdalainkra gondolunk, ezt a hagyományt mindig aktuális formában állítsa színpadra, és tárjaszta a magyar vagy a nemzetközi közönség elé. Ebből a szempontból nem változtunk, azt hiszem napjainkban sem. Érdekes és nagyon izgalmas, fuzionális előadásaink is lesznek. De hát akkor néhány konkrétumot. Szegedi Dóm-téren Tánc-Ünnep címmel szerepelünk. 20 év után újra az Állami Népi Együttes, azt hiszem, hogy hazánk egyik legkiemeltebb nyári rendezvényhelyszíne a Dóm-tér, ahol mindig is mindenkinek kitüntetés szerepelni. Ennek bővebb részleteiről majd kedves Szanna barátom fog mesélni. Azután az Emléni Fesztivált emelném talán ki, a Tokai Katlanban fogunk a 20 éves naplegendával szerepelni, amelyik ugyan még csak 200, tehát hol van még az egység lakodalmas, de azért igyekezzünk ezt megcélozni. De az minden esetre a jelenünk egyik fontos előadása, és 20 év után sikerül egy olyan produkciót létrehozni, amelyben mindazok, akik az első előadáson zenészek ott voltak, Nikola Parok, Borbé Misi, és azok, akik énekeltek az előadásban, Hecskolági és társai. Tehát egy nagyon izgalmas és varázslatos este lesz. Nagyon fontos, hogy megöröküljünk valahogy a világ számára. Ez akár három formában is meg fog valósulni ebben az évben. Jövő héten lesz egy könyvbemutató, Végtelen, Motivum címmel. Vádi Levente, kiváló fotós barátunk már 3 éve él velünk, és bekukkant a kamerájával, bekukkantott olyan helyekre, a kulisszák mögé, amelyek a közönség számára talán nem annyira ismertek. És ott bele lehet tekinteni egyrészt az örömbe, de hát abba is, hogy bármennyire is azt hiszük nézve a táncosokat, hogy hát ez egy milyen könnyű dolog, hát nem, ennek vannak árnyoldalai, drámái, tragédiák, fáradtságok, elgyengülések. De aztán a vége mindig az, hogy a közönség elé léptünk, ahol minden elfelejtődik. Szóval Végtelen, Motivum, közös kiadás a Magyar Művészeti Akadémia és a Hagyományok Háza kiadványa. Néhány hét múlva itt a Corvin téren 70 év a világ körül címmel az Állami Népi Együttes szóló szabadtéri kiállítás, amely hát a címéből adódóan elsősorban a külföldi sikerekre koncentrál, amilyen plakátok, fotók csak felelhetők voltak közelünkben és távolomban, ezeket mind beszereztük, és ebből a kezdeti terveket lát egy nagyon izgalmas, mai sok információval bíró kiállítás fog a közönség előtt megjelenni. És aztán még egy, ami szintén azt demonstrálja, hogy örököljünk meg a utókornak. Október 10-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban lesz a bemutatója a Történetek a Magyar Állami Népi Együttes 4.-5. részének. Ennek első 3 része 5 évvel ezelőtt készült, kiváló, izgalmas és nagyon érzékeny filmes barátaim csinálták ezt az előadást, ami annyira sikeres volt, én már nem is tudom, hogy az MTV-vel hányszor adta le, de például meghívták Los Angelesbe egy Dokumentum Film Fesztiválra. Na hát ennek a ötödik része lesz látható. A jövő évről talán csak egy-két érdekesség. Szeretnénk fúziós előadásokat csinálni művészbarátainkkal, így lesz egy közös műsorunk a Győri Baletta, lesz egy előadásunk, ahol Szücsner és Trill Zsolt, a Nemzeti Színház kiváló művészeivel hozunk létre egy előadást, és hát ez még nagyon az elején tartunk, de egy nagyon izgalmas bemutatóra készülünk. Már beszélgetünk erről Vádi Bencével, a Reszirkül, azt mondhatom, hogy világhírű társulatával, hogy egy izgalmas előadást hozzunk létre, ahol a Magyar Állami Népi Együttes hozza a maga világát, a Reszirkül meg az övét. Mit is mondhatnék még mást, hogy hát vigyék a jó hírét az Állami Népi Együttes 70 évének, ígérjük, hogy színes és izgalmas előadásokban lesz részük mindazoknak, akik eljöttek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.